Az iváncsai akkumulátorgyárban történtek miatt törvényjavaslatot kezdeményeznek a munkaügyi ellenőrzések szigorítására. Jótékonysági darts versenyt szerveznek, a befolyó összeg a rászorulók karácsonyát segíti. A kitelepítések 73. évfordulója alkalmából megemlékezést tartott a Pentele Baráti Kör Egyesület. Izgalmas mérkőzésen rangadót nyert a DAB. Köszöntöm nézőinket, önök a DSTV híradóját látják. Ma is elhoztuk városunk legfontosabb híreit. 3 ember élete 442 000 forintot ért az Orbán kormánynak az iváncsai akkumulátorgyárban, ugyanis mindössze ekkora bírságot szabott ki az ügyben eljáró kormányhivatal a 3 tragikus eset kapcsán. Ezzel a címmel, illetve ebben a témában tartott tájékoztatót Szabó Zsolt gazdasági alpolgármester. Iváncsán tartott sajtótájékoztatóján arról beszélt Szabó Zsolt gazdasági alpolgármester, hogy a Fejér megyei kormányhivatal adatai szerint 3 halálos baleset történt az iváncsai akkumulátorgyár építése során az utóbbi másfél évben, ám mindössze 442 000 forint munkavédelmi bírságot fizetett a dél-koreai cég az egyik munkás halála miatt. A demokratikus koalíció szerint már az akkumulátorgyárak építése során sem számít az emberélet az Orbán kormány által pénzelt nagyvállalatok számára. Az újabb halálesetek megelőzése érdekében azonnal le kell állítani az összes akkumulátorgyár építését Magyarországon. És a lehető legmagasabb munkavédelmi bírsággal kell sújtani a munkások halálában vétkes akkumulátorcégeket. Mára többször bebizonyosodott, hogy az akkumulátorgyártás veszélyezteti a munkásokat, és a környező települések lakóit is. De az Orbán kormányt már csak az ázsiai nagyvállalatok profitja érdekli. Szabó Zsolt beszélt arról, hogy a DK javaslata szerint mindenható vállalati profit és akkumulátorgyárak helyett európai béreket és nyugdíjakat, biztonságos munkahelyet, a milliárdos elit kiszolgálása helyett igazságos Magyarországot akarnak, és javaslatuk is van. A demokratikus koalíció törvényjavaslatot nyújt be a munkaügyi ellenőrzések szigorítására. A DK szerint már az akkumulátorgyárak építése során sem számít az emberélet az Orbán kormány által pénzelt nagyvállalatok számára. Az újabb halálesetek megelőzés érdekében azonnal le kell állítani az összes akkumulátorgyár építését Magyarországon. És a lehető legmagasabb munkavédelmi bírsággal kell sújtani a munkások halálában vétkes akkumulátorcégeket. Már többször bebizonyosodott, hogy az akkumulátorgyártás veszélyezteti a munkásokat és a környező települések lakóit is. De az Orbán kormányt csak az ázsiai nagyvállalatok profitja érdekli. Szabó Zsolt zárásként kiemelte, hogy az akkumulátorgyárak helyett európai béreket és nyugdíjakat, biztonságos munkahelyeket, a milliárdos elit kiszolgálása helyett igazságos Magyarországot akarnak. A dunaújvárosi darts közösség egy jótékonysági versenyt szervez december hónapban, ahová 32 versenyző nevezését várják. A versenyen befolyó teljes bevételt pedig az útkeresés segítő szolgálatnak ajánlják fel, hogy ezzel is segíthessék a rászorulók karácsonyát. Ünnepre készül a dunaújvárosi darts közösség, és nem csak egy egyszerű évzáró versenyt szerveznek, hanem a karácsony közelettével olyat, ahol a sportértéken túl még másokon is tudnak segíteni. Ezt a tiszteletre méltó gesztust jelentette be hétfőn Barta Endre humán alpolgármester, Palczer Zsolt a jótékonysági verseny szervezője, felajánló, és Budavári Maria, aki az útkeresés segítő szolgálata alapítványát képviselte. Palczer Zsolt elmondta, hogy decemberben a karácsony közelettével szerettek volna közösen egy jó ügyet szolgálni és olyanokon segíteni, akik valamilyen okból kifolyólag nélkülöznek. Így azt gondoltuk, hogy egy jótékonysági versennyel zárjuk ezt az évet. És innen jött az opció, hogy akkor az útkeresés segítő szolgálatnak felajánljuk a teljes bevételét a versenynek, valamint a tulajdonosok kihelyeznek egy urnát a verseny előtt és utána való időintervallumban is, ahol bárki tud adakozni, aki szeretne, és
ezt az összeget odaadjuk az alapítványnak. A felajánlásokat az Útkeresés Segítő Szolgálat Alapítványa nevében Budavári Sándorné köszönte meg, és elmondta, hogy az adományokból rászoruló családokat fognak segíteni. Az a cél egyébként, hogy egész évben segítsük őket, de nyilván, hogy a karácsony, mint ahogy itt el is mondták, ez egy nemesebb ünnep, és örülnénk neki, hogyha a családok asztalán finom étel lehetne, vagy egyébként, ha krízishelyzetbe kerülnek, akkor egy kis pénzhez jussanak, és nagyon szépen köszönjük a szervezői csapatnak, a tálcosoknak, hogy megsegítettek bennünket, és gondoltak ránk. Tudjátok, abból tudunk adni, ami van. Ha nincs, akkor nem tudunk adni mi se a rászoruló embereknek. Az eseményen Barta Endre humán alpolgármester minden érintettnek megköszönte a segítséget, a hozzáállást, és azt is bejelentette, hogy a város is belép a támogatók sorába. Egy önkormányzatunk is hozzájárul a kis adományhoz, és ahogy mondtam is, biztos, hogy a legjobb helyre fog kerülni. Nyilván ne felejtsük el, hogy azért az alapítvány, illetve a Dunajvárosban működő szervezetek nem csak így évvégén, hanem egész évben végzik ezt a tevékenységet, és arra biztatok mindenkit, hogy akinek lehetősége van segíteni, azt tegye meg az év minden részében, hiszen pont arról szól gyakorlatilag az ő munkájuk, hogy egy egész életen át végig kísérni azokat, akik nehéz helyzetben vannak, vagy éppen kisegíteni őket a nehéz helyzetből. Ezt nagyon köszönjük nekik, és örülünk, hogy egy kicsit így hozzá lehet ez járulni. Még egyszer mindenkinek köszönöm. A jótékonysági verseny december 16-án 10 órakor kezdődik, előtte lehet nevezni a helyszínen, és van lehetőség előnevezésre is a szögletdarckukac@gmail.com címen. Az adomány urnát december 5-én teszik ki, 21-én zárják le, és 22-én adják át annak tartalmát, ahogy beszéltünk róla, jó helyre és jó ügyet szolgálva. A kitelepítések 73. évfordulója alkalmából megemlékezést tartott a Pentele Baráti Kör Egyesület. 1950-ben 42 kuláknak bélyegzett családnak kellett elhagynia az otthonát. Többen soha nem tértek vissza. Mindannyian hallottuk már a városépítés történetét, azok a szép 50-es évek, amikor a semmiből született itt egy impozáns település. Ha ezt halljuk, akkor halljuk azt is, hogy 1950. november 30-áról decemberre virradóan elhurcoltak innen első körben 42 családot. 128 főnek kellett elhagyni az otthonát. Őket kuláknak bélyegezte a hatalom, ezért alig egy órát kaptak összeszedni néhány holmiukat, egy-egy állatot, egy-egy zsák takarmányt, aztán menniük kellett. Többen nem is tértek vissza. Ennek az eseménynek állít emléket minden évben a Pentele Baráti Kör Egyesület. Stábunk idén is meghívást kapott a rendezvényre, ahol a felvezetésben említett eseményeket Kronászt Margit tolmácsolásában ismerhettük meg. 1950. november 30-ról december 1-jére virradó éjjel került sor Dunapentelén először a kuláknak bélyegzett családok kitelepítésére. Kises Anna gyűjtése szerint ezen az éjszakán 42 családot űztek el a településről, összesen 128 főt. 5 más magyarországi településre kellett elköltözniük, és gyakorlatilag alig néhány óra alatt, fél óra, egy óra alatt kellett összepakolniuk az életüket. A végzés megszabta, hogy mit vihetnek magukkal. Egy kocsira, ami felfért a személyes tárgyaikból, azon kívül pedig néhány állatot, illetve az állatoknak terményt tudtak magukkal vinni, és gyakorlatilag a teljes életüket hátra kellett hagyniuk, egy új településen új életet kezdeniük, viszont a kártalanítás az elmaradt ezután a kitelepítés után, és noha később hazatérhettek, sokan csak 1957 után, de nem felejthették el ezt az időszakot és ezeket az eseményeket. A II. Világháború után hazánkban is elkezdődött az úgynevezett szovjetizálás. A kollektivizálási kampány az itt élőket is sújtotta, a kompenzáció pedig elmaradt. Az elmaradt földek helyén pedig több esetben már épült az új város. A kulák listára került személyeknek a kitelepítésére került sor, de ugye tudjuk, hogy megkezdődött a II. Világháború lezárását követően az országnak a szovjetizálása is. A kollektivizálási kampányok zajlottak ebben az időszakban. Pentelét a legelső kollektivizálási kampány érintette 49 és 53 között a legjelentősebb mértékben, és ebben az időszakban
időszakban telepítettek ki több kuláknak bélyegzett családot is Dunapenteléről is, illetve ugye tudjuk azt is, hogy megkezdődött a városnak az építése, amihez pedig földeket sajátítottak ki, és ugye a kitelepítettek között is sok olyan család volt, akiknek földjeik voltak, és gyakorlatilag ezeken a pentelei földeken kezdődött meg a városnak az építése is. Az itt élők számára fontos, hogy soha ne feledjék az áldozatokat, az eseményeket. Minden évben emlékeznek és őrzik azokat a történeteket, amelyek fájó emlékek sokak életében. A helyszínen Pálinkás Bertalan elnökkel is beszélgettünk. Örök intő jelnek kell lennie, hogy itt becsületes embereket, becsületes családokat hurcoltak meg, akik mint a gazdaságot vezettek, és minta volt a gazdálkodók szemében. Tehát a környék, a szomszéd, a falusi közösség szerette őket. Ilyen emberekről van szó, és ezeknek őket fosztották meg a saját jövőjüktől, hogy úgy mondjam, azzal, hogy a vagyonukat elkobozták ellenszolgáltatás nélkül, és utána még évekig ez zajlott. A fiatalokra, a mai generációra gondolva Kronászt Margit és Pálinkás Bertalan is azt mondta, meg kell ismerni, meg kell vizsgálni ezeket az eseményeket, le kell vonni a szükséges tanulságokat, és mindent meg kell tenni azért. Úgy kell élni, úgy kell cselekedni, hogy ez még egyszer ne történhessen meg. Figyeljenek oda a mindennapokban is, hogy ne erre fele menjen a világ. Ez az erőszak és az önérvényesítés, mindig vegyük figyelembe a közérdekeit. Ezt tudnám én úgy vélem előtérbe helyezni a fiatalság számára is, de a mai generációk számára is, akik ma helyzetben vannak. 2023-ban továbbra is tábla őrzi a történtek emlékét. No meg az emberek emlékezete, azoké, akik átélték, azoké, akik látták, és azoké, akik ma tudnak róla. Rangadót nyert a DAB az Andersen Ligában. 8-4-es győzelemmel szakították meg a Győr eddig hibátlan sorozatát. Izgalmas mérkőzést játszottak a csapatok, elégedettek lehettek a hazai drukkerek. Az Éllovas és az idei kiírásban még hibátlan Győr elleni hazai összecsapással folytatta az Andersen Liga küzdelmeit a DAB ASP jégkorong csapata péntek este. 8-4-es győzelemnek örülhettek a hazai drukkerek. Az összecsapás a várakozásoknak megfelelően igen nagy küzdelmet hozott, a hazaiak rögtön egy 4-1-es vezetéssel zárták az első etapot. A fordulás után jött néhány hazai hiba, ezeket megbüntette a Győr, de betaláltak a Bikák is, így mindössze szorosabb lett a küzdelem 5-4-nél a két együttes között. A harmadik felvonásban aztán újra hengerelt a DAB, további három találattal zárták le a találkozót, amellyel ki is alakult a 8-4-es végeredmény. A mérkőzést követően a vendégek részéről Kornak Kert Dániel értékelt. Nagyon jó kis küzdelem volt, nagyon jól játszott az ellenfél, gratulálok is nekik, remek kis munkát tettek ki a jégre. Nálunk meg látható, érezhető, hogy hát betegségekkel küzdünk, nyilván nem kifogás, tehát oda tettük mi is magunkat, az első harmadba elléptek. Másodikba visszajöttünk, a harmadikba meg megnyerték a meccset, úgyhogy így nagyjából össze is tudtam foglalni. De sok minden közre játszott, én sem kezdtem el a mérkőzést, úgy szálltam be a meccsbe. Mindenkinél van egy kis betegség, úgyhogy próbálunk ebből kijönni, aztán meglátjuk, hogy a következő mérkőzésre hogy tudunk felállni. A Bikák játékos edzője, ifjabb Azari Zsolt szerint ez a mérkőzés iskola példája annak, mikor egy csapat fegyelmezetten és hatékonyan játszik. A srácoknak is azt mondtam az öltözőben, hogy ez iskola példája volt ez a mérkőzés annak, hogy milyen az, amikor fegyelmezetten csináljuk azt, amit megbeszéltünk, és akkor gólokat szerzünk, és esélyük nincsen, meg milyen az, amikor hirtelen ez megváltozik, és mindenki elkezdi azt csinálni, amihez kedve van, meg amit éppen akar, meg azt hiszi, hogy 4-1, és akkor már nem kell odafigyelni, és akkor azonnal bekaptunk egy pár gólt, már 4-4 lett, úgyhogy az akkor elég mérges voltam rájuk. A harmadik harmadban sikerült visszatérniük arra, hogy fegyelmezetten azt, amit az elején megbeszéltük, azt csinálták, és újra szóltuk a gólokat, tehát az a különbség, hogy ha fegyelmezettek vagyunk, akkor nagyon jók vagyunk, ha nem vagyunk fegyelmezettek, akkor meg nagyon gyengék. Úgyhogy ezt kell megjegyezni a fiúknak, hogy mindig oda kell figyelni, és lehetőleg 60 percig követni a tervet. Az edző szerint a csapat egyébként jól teljesítették a szezon során. Két vereség után rendezték a sorokat, utána sorra jöttek a győzelmek. Igen, azért az Andersen csapat az olyan, hogy ugye az U18, U21 meg a felnőtt utolsó soraiból áll össze, nincs nagyon idő edzeni. De azt gondolom, hogy szépen a terveimhez képest haladunk előre. Ez már volt ugye már hetedik mérkőzés. Az első két meccsen kikaptunk, akkor megtörténtek a változtatások. Ugye edzőmeccsünk is csak egy volt, de az is ilyen imelámmal.
Úgyhogy az első két bajnoki mérkőzés volt kb. A felkészülés, és utána azon változtattunk, amin kellett. Azóta van 5 győzelmünk, úgyhogy azt gondolom, hogy jó úton járunk, lassan kis lépésekkel a célunk felé. Igazi parázsmérkőzést, szó szerinti rangadót láthattak a drukkerek. A mérkőzés írásos összefoglalóját a Dunajváros online-on olvashatják el a sporták szerelmesei. És még egy sportvonatkozású hír. Remekül szerepeltek a DKSE ifjú úszói a Szegeden megrendezett második utánpótlás rövidpályás országos bajnokságon. A dunaújvárosi fiatalok szép reményekkel vágtak neki a viadalnak a rendkívül népes mezőnyben, melyen 68 egyesület úszói mérették meg magukat. A DKSE versenyzői alaposan kitettek magukért, és már az első nap jól sikerült számukra. Második, negyedik, hetedik és nyolcadik helyezést szereztek. A második napon Kenyér Lilla révén szereztek újabb ezüstérmet 200 pillangón, ahol Nagy Emma a negyedik helyen csapott célba. 400 gyorson Nagy Emma újabb negyedik helynek örülhetett, Bor Tamás pedig a nyolcadik pozícióban zárt. A szegedi megméretés utolsó napján bronzérmet és ötödik helyet szereztek sportolóink. A délutáni döntők is sikereket hoztak, végül a DKSE versenyzői az értékes pontszerző helyek mellett 3 ezüstéremmel, valamint egy bronzéremmel az összesített éremtábla 22. helyén fejezték be a bajnokságot. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, amennyiben tehetik, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra! Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.